25 évvel ezelőtt Néhai Szabó Iván az Egyesült Államokból hívta haza Téglási Tamást az Országos Idegenforgalmi Hivatal élére. Az ő bemutatására szerveztünk egy estet 1993. február 1-én. Mintegy 300 szakmabeli jött el, akiket köszöntött Szabó Iván, az akkori felügyelőminiszter is. Büszkék vagyunk, hogy immáron 25-ször lehetünk együtt más-más helyszíneken, de mindig február 1-én és már több mint 1000-en. A nagy öregek közül sokan már nincsenek közöttünk, de szerencsére annál többen még mindig fiatalok és ma már vezéregyéniségek. Megtiszteltetés számunkra, hogy sok szakmai szervezet ezen az estén adja át a megelőző év legjobbjainak járó elismerését. És a mindenkori kormányzat jó viszonyát jelzi, hogy valamennyi felügyelőminiszter és államtitkár a vendégünk volt, és rendre eljöttek az Országgyűlés Illetékes Bizottságainak prominensei is. Olyan hosszú a névsor, hogy csak néhány arcot villantunk fel a teljesség igénye nélkül. Öt alkalommal meg is szavaztattuk a résztvevőket úgy, ahogy a néhány perc múlva ma is tesszük majd. Egyszer idézítjük erre az estére az 50 legbefolyásosabb személye magyar turizmusban című kötetünk megjelenését. Távozáskor most is átnyújtjuk a legfrissebb számot. De hogy ne legyünk ennyire szárazon hivatalosak, mindig igyekszünk szórakoztatni is vendégeinket. Persze tudjuk, hogy önöknek minden évben az a legnagyobb vonzerő, hogy egymással találkozhatnak egy fogadásköntösében bújtatott networking keretében. Végül, de nem utolsó sorban, a házigazdák minden alkalommal szépen felöltöznek, ahogy a néhány évvel ezelőtt is. Most is itt vannak sárga kék virágvízzel és kék nyakkendővel. Reméljük, hogy egy néhány év van még bennünk. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, különös tekintettel az időjárásra. De néhány évvel ezelőtt voltunk már egyszer ilyen próbának kitérve, úgyhogy külön köszönjük azoknak, főleg akik vidékről vették a bátorságot, és ezt az utat megtették ebben az időben is, és most itt vannak velünk. Gondolkodtam azon egyébként, hogy ugye elmondtuk a kis filmünkben, hogy a február 1-e miért február 1-e, és utána másodszor van ilyen idő, lehet, hogy el kell majd ezt tolnunk. Ha megengednek nekem egy ilyen hasonlatot, az idősebbek emlékeznek rá, hogy a rendszerváltás előtt a nagy októberi szocialista forradalmat mindig novemberben, november 7-én ünnepeltük. Hát most majd mi is megengedjük valami ilyet magunknak, hogy február 1-ét áthelyezzük mondjuk június 1-re. Márciusban még havaszban, április 1 ugye másról híres, május 1 megint fogadt, de június 1-ét majd megpróbáljuk. És ugye a kis videóban azt is elmondtuk, kis filmben azt is elmondtuk, hogy büszkék vagyunk arra, és köszönjük visszamenőleg is, hogy valamelyik hivatalban lévő felügyelő miniszter és államtitkár a vendégünk volt. Ugye ez most már más a helyzet, hiszen már nincsen államtitkár, legalábbis turizmus felügyelő államtitkár nincsen. Egészen új rendje van az állam irányításnak 2016. május óta. A kormány deklarálta, hogy a stratégiai ágazat a turizmus, és ennek kézzelfogható példája, hogy létrehozták a kormánybiztosi intézményt, és ma már ezt a területet, amely gyakorlatilag minden tárcához kötődik, nincs olyan tárca, amelyikhez nem kötődik, ugye egy kormánybiztos fogja össze, egy kormánybiztos koordinálja az államturizmussal kapcsolatos tevékenységét. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van körülbelül Bínek Gusztáv úr, a turisztikai kormánybiztos, akit szeretettel köszöntünk. Már az előbb elmondtam, hogy Bínek Gusztáv úr a turizmus egy felelős kormánybiztos, de ugye önök is nyilván tudják, de azért hivatalom azt is megmondani, hogy ő az úszószövetség frissen, viszonylag frissen megválasztott elnöke,
is, de most mi turisztikai kormánybiztosként köszöntjük őt. És engedjék meg, hogy hadd köszöntsek még néhány személyiséget a diplomáciai testületek képviselői közül. Itt van körülben néhány üvegszenciás asszonyt és üvegszenciás urat fogok köszönteni a magyar ABC és az országok ABC sorrendjében. Köztünk van Gordan Grgic Radman, a Horvát Köztársaság nagykövete. José Ángel López Holín, a spanyol királyság nagykövete. Xenia Skrilic, a szlovén köztársaság nagykövete. És Számia Ilem Ammar, a tunéziai köztársaság nagykövete. Akkor szerintem még nemzetközi szervezetek jelenlévő képviselői közül is két személyiséget. Az Európai Parlament turizmusért is felelős bizottságának alelnökét, Újhely István urat. És az ENSZ turisztikai világszervezetének főtitkár helyettesét, Csomonyi Zoltán urat. Elmúlt 24 ilyen rendezvényen volt néhány alkalom, amikor valami fontos bejelentés itt hangzott el, de azok mindig örömteliek voltak, és megmondom őszintén, engem ugyanúgy meglepetésként ért ünnepi bejelentése, mint önöket, és ugye erre nem tudtam felkészülni, és felhatalmazásokat majd utólag kérem, hogy az önök nevében is megköszönjem Binert úrnak az együttműködést, az, hogy partnere volt az egész szakmának, a szakmai szervezeteknek, a sajtónak is, amit a rendelkezésére állt, úgyhogy én az önök nevében is megköszönöm, és további sikereket kívánok Binert úrnak a pályafutásának.